A disznóvágás reggel 8 órakor kezdődött, amikor egy több mint 180 kilós sertést dolgoztak fel a helyiek. A programon Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, valamint Pásztor László önkormányzati képviselő is részt vett. A disznó perzselése közben a szervezők és a vendégek, mint minden évben, idén is megtartották több éves szokásukat, és körömből fogyasztották a pálinkát. Az állat húsából a délelőtt során levest, hurkát, kolbászt és töltött káposztát készítettek a felső barcikaiak. Hazag Mihály a Felső Barcikáért Alapítvány kuratóriumának elnöke az előző évek hagyományának folytatásaként idén is a disznó körméből készített füzérrel ajándékozott meg egy városvezetőt, aki ebben az esztendőben Klimon István alpolgármester volt. Az egész napos nehéz munka és az igazi falusi hangulatú disznótor zárásaként pedig este egy zenés mulatságot tartottak a résztvevők.